A Nemzetközi Atlétikai Szövetség szerdán hozta nyilvánosságra azt a világranglistát, amely alapján kiderült, hogy kik lehetnek ott az 50 kilométeres gyaloglás rajtjánál az olimpián. A nyíregyházi Hellebrandt Máté az 54. helyet foglalja el a leghosszabb távú atlétikai szám rangsorában, így tagja lesz a 60 versenyző számláló mezőnynek. Pokrovenszki József tanítványa így London, így Rio után mindkétszer 20 kilométeren indult, harmadszor versenyezhet majd az ötkarikás játékokon. Ez volt a minimális célkitűzésünk, hogy ott legyek a tokiói olimpián. Kicsit rizikós volt, meg kicsit izgultunk, hogy meg lesz-e, de nagyon örültem, amikor ma hívtak, hogy hivatalosan is induló lehetek az olimpián. Hátráltattak sérülések, teljesen új volt ez az új kvalifikációs rendszer, ez is kicsit megnehezítette a dolgunkat, de próbáltunk ezekkel nem foglalkozni, és csak azokra a versenyekre koncentrálni, amik igazán fontosak voltak, amikkel fel tudtam kerülni erre a bizonyos ranglistára, és már áprilisban nagyjából láttuk, hogy hol fogok elhelyezkedni, és hogy az mire lesz elég, de még így is az utolsó napig izgultam, de szerencsére most már nyugodhatunk készülni az olimpiára. Az olimpián a maratonfutást és a gyalogló számokat nem Tokióban, hanem a fővárostól 800 kilométerre lévő Szapporóban rendezik meg. Kicsit északabbra van, mint Tokió, ezért úgy gondoljuk, hogy kellemesebb lesz az időjárás. Tokióban abban az időszakban hasonló a klíma, mint Katarban volt a 2019-es világbajnokságon. Ha bízunk benne, hogy tényleg így lesz, és hogy elviselhetőbb lesz az időjárás. Próbálunk minél jobban felkészülni, minél jobb erőben legyek, hogy minél jobban el tudjuk viselni majd azt a meleget, de bízom benne, hogy egy jó helyezéssel tudok majd célba érni. Nyilván sokat segít, hogy már két olimpián túl vagyok, de azért még mindig hasonló érzések fognak el, mint az elsőnél. Teljesen másabb egy olimpia, mint hangulatban, mint maga a verseny, mint egy más világverseny, egy Európa-bajnokság vagy egy világbajnokság. Hát ezt ugye csak 4 évente rendezik, és a világ legnagyobb sporteseménye. Mindenkit próbál a lehető legjobban teljesíteni. Szóval még mindig úgy fogok szerintem rajtozálni, mint az első, hogy nagyon nagy izgalom lesz bennem. Hellebrandt Máté júniusban Nyíregyházán készül, majd 3 hetes edzőtáborba utazik a Tátrába. A nyíregyházi gyalogló július végén indul Japánba, az 50 kilométeres gyaloglás pedig augusztus 6-án rendezik meg, ezen a távon utoljára az ötkarikás játékokon.